Sziasztok, üdv mindenkinek itt Nexus, hát nagyon boldog új évet kívánok nektek először is. Másodjára, hát tudom, elég rég volt már ilyen videó, ilyen nyitogatós videó. Az a nagy helyzet, hogy amióta Rocket League-ből kikoptak, illetve kivették azokat a régi ládanyitásokat, az a pörgős módszer, ugyanis akkor megáll valamilyen itemen, hát azóta nyilván már úgy nem akkora kedvel nyitogat az ember, ugye ennek meg volt az oka, hogy ezt miért lépték meg annak idején, de nem is ez a fontos. Amit még itt el szeretnék mondani a videó előtt, hogy meg akarok nektek mutatni, nagyon fontos, hogy az Enebánál partner lettem, az azt jelenti, hogy az NX-es kóddal, kuponkóddal mínusz 3% kedvezményt kaptok minden egyes vásárlásatok után. És itt van magának a Zenebának az oldala, erről egy pár szót akkor említsek meg, hogy ez egy gaming marketplace oldala, ahol több mint 20 000 digitális terméket találtok meg, ez folyamatosan bővül, folyamatosan vannak még akciók is, nagyon jó árakon találhattok meg játékokat, én is többször vásároltam már itt, abszolút megbízható oldal. Egyetlen nem kell aggódni, hogy átvágnának a kulcsa, ha esetleg valami probléma adódna valamivel, akkor a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető a support, ők el fogják nektek intézni, hogyha bármi ilyen jellegű problémátok lenne. Na nézzünk akkor itt egy kicsit körbe, ugye például itt vannak a téli akciók, ez még 1 nap 15 óráig megy, itt mindent meg tudtok nézni, Red Dead van, Battlefield Badcamp, milyen régen játszottam már, milyen jó játék is volt az. Mit vannak még itt, vannak a játékok, Steam játékok vannak, Xbox játékok, PSN játékok, tehát gyakorlatilag mindenféle műfaj szerint kategorizálva vannak itt a dolgok. És akkor nézzük egy példát itt a kuponkódnak a alkalmazására, például itt a GTA 5, rákattintunk szépen, vásárlás most, és akkor itt van egy olyan, hogy van-e kedvezménykódot, kérdőjel, rákattintotok, NX-es alkalmaz, és ott is van, le is vont azt a kis kedvezményt. Ugye ezt a Discordon én már bejelentettem korábban, úgyhogy aki ott fönn van, ez láthatja, hogy oda valószínűleg fogok majd posztolni ilyen akciókkal kapcsolatos dolgokat, érdemes szerintem követni ezt is. De nagyon fontos, hogy ezzel is támogatjátok a csatornát, tehát nem, hogy kedvezményt kaptok a vásárlásaitokból, hanem még pluszba a csatornát is támogatjátok ezzel, úgyhogy légy szíves, hogy ne bán vásároltok, használjátok az NX-es kódot még egyszer. És akkor térjünk vissza itt a Rocket League-es dolgokra. Na, hát itt is vagyunk. Mint azt látható, én nem sűrűn nyitogatok ládákat mostanában. Ez, amióta mondom, ez a ládás dolog megszűnt, ez nálam abszolút nem élvez prioritást. De gondoltam, ha már ennyi fölhalmozott, akkor már minden nyitnánk ki belőle egy párat. Ugye van itt 4 Golden Gift, az valami karácsonyi cucc, Golden Hunter, az valami event. Import dropból van 2, Rare dropból van 71, Uncommonból 24, és Very Rare dropból 18. Hát nem kevés. Nem kevés. Kinyitogatok szerintem most egy olyan 30-at ezek közül, aztán egy következő videóban majd másik 30-at. Azt sem tudom, hogy nagyon mitket lehet nyitogatni, elkezdjük, aztán majd meglátjuk, hogy mi sör ki belőle. Nézzük az elsőt. Hát ez nem más, mint egy sima player banner. Második. Szenzációs avokádós banner ismételten harmadik. Újabb player banner, úgy látszik, hogy ezekből csak azokat lehet nyitni, negyedik. Hát akkor nem csak ezt, Dominusra nyitottunk egy ilyen Dot Matrixos skint, és akkor ebből elfogyott, akkor nézzünk ötödikként egy ilyen lanternes csodát. Hoppá, beprenkelt a játék, beprenkelt. Azt hittem valami legendary lesz, de nem volt akkor a szerencsénk. Na, mivel ugye 5-nél járunk, én azt mondom, hogy nyissunk Rare Dropból vagy 10-et. És akkor azzal lesz 15, úgyhogy nézzük az elsőt ebből. Hát ez egy sima egyszerű bőrleppes. Igazából nem is Dominusra volt az előző sem, mert ugye ez ilyen common cucc, az másikra is rámegy, csak ugye most nekem a dom... vagy nem? Nem.
Nem, az kifejezetten Dominusra volt jó. Hát a második az meg egy ilyen... szintén egy ilyen egyszerűbb festés. Harmadikból szintén egy kéket. Hát nem számítok egyébként túl nagy nyitásokra ezekből. Nézzük a negyediket. Itt egy boost. Ötödik. Szintén, ez a lighting ez régen nagyot ment. Hatodik. Nem tudom, hogy vannak itt régebbiek, újabbak is lehetnek ezekbe, vagy attól függ, hogy melyik szezonbe szedegettem én ki ezeket, mert azt már nem tudom. Következő. Szóval a hetediknél járunk. Ha nem, akkor így jártam, azt mondja Rainbow. Szintén egy old school darab, nyolcadik. Dominus GT festés. 9. Na, nem nagyon akar dobni semmit. Oktára. 10. És akkor így járunk 15-nél. Mindjárt váltunk egy másik fajta ládára. Aha. Straight line. Nem. Vissza. Akkor eldrobba nyitottunk eleget. Nyissunk akkor... Hát lehet, hogy ebből kéne még ötöt nyitni. Túl hamar el fog fogyni itt a dolog. Jó, akkor addig nyitunk, ameddig nem lesz meg így 20. Azt jelenti, hogy még 5. Hát mégis nyitogathatnánk össze-vissza is, de... Na, ez is egy ilyen klasszik, talán ez kezdetek óta bent van a játékban, hogy ez a boost. Ennek a játéknak az elődjének a tiszteletére. Harmadik. Ez az ing. Sokáig egyébként ezt használtam. Hát az ippi kerék, az sem mai darab. Nyissunk még egyet. Olyan szinten teli volt szemetelve amúgyis az inventory meddig, hogy azért is nyitogattam, mert nagyon nem láttam értelmét. Na nézzünk akkor ebből ötöt, ebből a másik fajtából. Ugye itt egyen jobb itemek vannak, de továbbra is a kékeket nyitogatjuk, és egy cápa uszony. Köszönjük szépen! Én ilyeneket abszolút nem szoktam használni, semmiféle antennát, meg ügyességeket. Alapautóval szoktam menni. Hopper, ez is milyen régi. Harmadik ebből a dropból. És ez egy Tempest kerék. Következő. Junk food banner, ez sem mai. Öregek már ezek a droppok, vagy podok, vagy mi a franc ez. Nekem csak ládák maradnak, na hát ez a Ripper, ez sem feltétlenül az én stílusom. És akkor nézzük az utolsó ötöt. Import dropot nem is nyitottam, ugye? Import dropot nem nyitottam. Na váltok, akkor legyen az, kinyitom ezt a két import dropot, ugye ebből autó esik, és akkor utolsó háromból meg a Very Rare-ből fogunk nyitni. Ja nem, titánium vagy import racket boostot nyitottunk. Mondjuk ez nem rossz. Ez fehér dolgok azok jók szoktak lenni. Nézzünk egy kövét, azt hittem csak itt import buddy-t lehet, akkor nem. És ez meg egy proton boost. Oké. Okay. Nézzük akkor itt a ritkábbik dologból is. Hát csak hármat hagytunk a végére, de hát még ugye csinálok ilyen videót, úgyhogy ezek is ki lesznek nyitogatva. Triplex. Főni, fáni. Ne prenkeljé. Na, az ilyen fekete, szürke, ez mondjuk egész jó, annyi, hogy nekem nem tetszik, hogy így kitüremkedik. De egész jó, egész jó. Nézzünk még egyet, egy utolsót. Ó, ez pedig egy skin a kis buszra. Jó van. Hát igazából ezek nekem mind megvoltak már, de így a fun factor céljából kinyitottuk a
az első 30 ládát. Innen fogjuk folytatni egy következő videóban, még nem tudom, hogy mikor fogjuk megcsinálni, valószínűleg hetente fogok így egy ilyen nyitást készíteni, egy ilyen videót készíteni. Úgyhogy köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, srácok, innen folytatjuk, ne felejtsétek el, használjátok az EMEBA kódot NX-es, illetve ugye itt a Rakitpass item shopba szintén használhatjátok az NX-es kódot, mert ugye itt is van support a creatorhoz, beírjátok, hogy NX-es, és akkor innentől kezdve 14 napig engem támogattok, majd ezt a kódot ismételten meg kell adni. Úgyhogy, és ez teljesen ingyenes, hát így sajnos nem vesz az árból 3% kedvezményt le, de ugyanakkor ez egy ingyenes módja annak, hogy engem támogassatok. Úgyhogy köszi szépen még egyszer, hogy megnéztétek ezt a videót, hamarosan találkozunk. Sziasztok és hellóztok!